Ivanovic szerezte az idei esztendő első győri kosarát. A CMB Kargóni Győr a szerda esti bajnokián a mezőny második felébe tartozó Szekszárdot fogadta hazai pályán. Kiegyenlített játékkal kezdték a találkozót a csapatok. Aztán a negyed közepén sikerült pár ponttal meglépnie a győrieknek. Nem csak az új igazolás, az MTK-ból érkező Vince Victoria szerzett kosarat egy régi új csapatában, hanem a sérülésből visszatérő Lakló Tanni is eredményes volt. Az első játékrész 28-23-as hazai vezetéssel zárult. A második etap hasonlóan folytatódott, dominált a győri csapat és viszonylag magabiztosnak mondható előnyt is dolgozott ki. 52-34-es hazai vezetéssel vonultak öltözőbe a felek, két játékrész után. A fordulás után összeszedte magát a Szekszárd, és némiképp csökkentette a különbséget. Ám az is igaz, hogy ezeket a pontokat inkább az öltfehérek hibája után szerezték a vendégek. A negyed végére azonban még így is vezettek 13 ponttal Laklóték. Az előző játékrész szekszárdi fellendülése után az utolsóban aztán már Völgy Péter lányairól szólt minden. Végül magabiztosan 98-67-re húzta be első idei bajnokiát a CMB Kargóni Győr. Végre nagyon örülök, hogy újra a pályán lehettem. Az eredménnyel elégedett vagyok, a mutatott játékkal még nem igazán, de végül is a nehezebbik meccsünk most szombaton következik, úgyhogy egynek jó, elsőnek jó volt. Sokat nem pihenhetnek a győri hölgyek, hiszen szombaton már is jön az újabb hazai mérkőzés, a Peac Pécs ellen.